videóban az online közösségépítésről, a social media platform építésről. Én erről a témáról a saját tapasztalatom alapján tudok beszélni, és abból a szempontból közelíteném meg, hogy én hogyan építettem fel ezt a Motivation by Mia VIP tagság közösséget, úgyhogy vágjunk is bele. Azt sokan tudjátok, de hogyha valaki esetleg új, vagy nem régóta van itt, hogy azt elmondanám, hogy én 2009-ben kezdtem el blogolni. Tehát 2009-ben írtam szépségápolása életmóddal kapcsolatos blogot, és akkoriban kezdett el ugye rengeteg követőm lenni, tehát akkor volt a blogomnak talán ilyen 2-3 ezer követője akkoriban. Ami akkor nagyon-nagyon soknak számított. Tehát én voltam az egyik első magyar blogger, és ezt nagyon büszkén mondom, mert tényleg akkoriban rajtam kívül 3-4 másik blogger volt, és aztán ezek a többi bloggerek, akik ugye ma vannak, ők belőlünk inspirálódtak. Tehát én a mai napig emlékszek arra, hogy azok a kommentelők, akik kommenteltek az én blogom alatt, azok ma híres youtuberek Magyarországon, ők ma az influencerek, akik egykor az én olvasóim voltak. Tehát ennyire én vagyok az egyik originál, aki elkezdtem ezt az egészet Magyarországon. És akkoriban ugye a blog volt a nagyon előtérben, és utána pedig a YouTube. Tehát én a YouTube videókat 2010-ben kezdtem el csinálni. Azok láthatták ezeket a videókat, akik konkrétan a blogposztomból kattintottak a videóra, hogyha valaki beírta volna a YouTube-ra, akkor nem jött volna fel semmi. Ez volna az egyik első pont, amit szeretnék ebben a videóban megemlíteni, hogy kezdj korán. Ha például szeretnél elkezdeni bármilyen célból, influencer akarsz lenni, vállalkozást akarsz csinálni, szeretnél online platformot építeni, akkor kezd el még ma. Tehát ne gondolkozz, ne tervezz, csak egyszerűen csak kezd el. Az elején senki az égvilágon nem fog követni. Szóval ahelyett, hogy azon gondolkoznál hónapokon meg éveken keresztül, hogy mi volna a megfelelő stratégia, miket kéne posztolnom, mi volna az a megfelelő szöveg, amit a posztolá... Nem érdekel, senkit nem érdekel. Ilyen kegyetlenül hangzik, de ez egyszerűen így van. Tehát ahelyett, hogy azon stresszálni, hogy mit fognak gondolni azok az emberek, akiket nem is érdekelsz, mert senki nem látja a posztjaidat, inkább kezdj el posztolni, hogy aztán legyenek emberek, akiket esetleg érdekelni fogsz. Nem lesz soha egy olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy most kész vagyok, most megvan a tökéletes poszt, most megvan a tökéletes szövegaláírás, és akkor kiposztolom, mert senki nem fogja látni, hogy mit posztoltál, akkor minek stresszeltél rajta annyi. Tehát kezdj el posztolni, ne stresszelj, csak csináld, és az emberek idővel jönni fognak. Tehát én is nulla követővel kezdtem el a Motivation by Mia-t is, meg a másik oldalamat is, de ebben a videóban kifejezetten a Motivation by Mia-ról akarok beszélni. Tehát én is nulla követővel kezdtem, senkit nem érdekel. Arra akarok kiukadni, hogy kezdj el bele már most, és ne halogass. Ha attól félsz, hogy ugye nem akarod magadat kirakni az internetre, ilyen-olyan oknál fogva, mérlegelned kell azt, hogy milyen közönséget akarsz építeni, mi az a termék, mi az a szolgáltatás, amit akarsz árulni. Tehát elképzelhető, hogy a te esetedben nem is kell magadat kirakni, mert lehet, hogy csak egy terméked van, és ahhoz nem kell kifejezetten neked ezekben a videókban vagy posztokban szerepelni, viszont hogyha például sminkes vagy, akkor nyilvánvalóan, hát de egyébként a sminkes vagy, akkor sem kell feltétlenül te magadon csinálni a sminkeket, akkor is csinálhatod valaki máson. Tehát mérlegelned kell azt, hogy nekem valóban kell ezekben a videókban szerepelni, vagy megoldhatom úgy, hogy csak a termékeket videózom, vagy másokon csinálom a sminket, másokon csinálom a hajat, vagy tényleg nekem kell ezekben a videókban lenni. És hogyha arra jutsz, hogy neked kéne ezekben a videókban lenni, mert úgy volna hiteles, úgy volna érdekes, akkor igenis legyél ezekben a videókban is, kezd el. És az első néhány videó, amit fel fogsz venni, azok nagyon rosszak lesznek. Tehát én ezt a videózást, hát az elmúlt elmúlt 5 évben rendszeresen csinálom, tehát ugye éveken át én YouTube-oztam. Én az elmúlt 5 évben legalább hetente egyszer legalább videózok. Tehát nekem még így is rengeteg, hát látod, hogy mennyi vágás van ezekben a videókban. Még ennyi év tapasztalat után is én is ejtek hibákat, és ez teljesen rendben van, viszont hogyha te először le fogsz ülni egy kamera elé, vagy csak a telefonod elé, vagy csak próbálsz az Instagramon egy sztorit felvenni, el fogod csomószor. Tehát ezt kéne megérteni az embereknek, hogy egyébként
videózni rohadt nehéz, tehát az, hogy leülsz a videó elé, leülsz a kamera elé, és értelmesen elmondj egy mondatot, az sokkal nehezebb, mint amennyire azt az emberek gondolnák. Sokkal több tiszteletet kéne adnunk egyébként azoknak, akik ezt csinálják munkaszerűen, tehát nem csak azt mondja, hogy valami hülye youtuber, ez egy nehéz munka, ez egy nehéz munka. Szóval vegyél fel egy pár videót, és azokat a videókat valószínűleg soha nem fogod kiposztolni sehol, mert annyira rosszak lesznek, de legalább gyakoroltál. Talán egy 4-5 videót fel kell venned ahhoz, hogy egy normális videó szülessen a végén. Okay? Ami a közösségépítést illeti, a közösségépítésnek 3 pillére van. Az egyik a közösség, a másik második a tartalom, a harmadik pedig a következetesség. Egy közönségből közösséget csinálj, az művészet, az nagyon kevés embernek sikerül. Nekem itt veletek sikerült, ti egy közösség vagytok, viszont az is igaz, hogyha például én valami semmit mondó, jelentéktelen, ostoba YouTube videókat csináltam volna, abból nem lehetett volna egy közösséget csinálni. Tehát egy közösségnek kell valami közös cél, kell valami közös hitvallás, közös gondolkodás, egy olyan dolog, ami azonos bennük, mert hogyha az az egyetlen dolog azonos bennetek, mint egy közönségben, hogy szerettek másokat szapulni, akkor abból nem lesz egy hasznos, értelmes, intelligens közösség. Amikor a közönségből akarsz közösséget kovácsolni, erre figyelni kell, hogy mi az az üzenet, amit én átadok, és hogy milyen embereket akarok ebben a közösségben tudni. Mert hogyha például te egy negatív, pletykás, undorító ember vagy, aki ilyen videókat csinálsz, akkor az emberek, akik téged követnek, a közönséged is ugyanilyen lesz. De most egy ilyen emberektől mit várnál, hogy egy közösségen belül hogy fognak viselkedni? Tehát egymást fogják szapulni, meg egymással lesznek olyanok, mint amilyen egyébként a videó készítője. Tehát ezen kell elgondolkozni, amikor közönségből akarsz közösséget csinálni, hogy én egyáltalán ki vagyok, mit közvetítek, és ezek az emberek milyen emberek lesznek, és ő belőlük milyen közösség lesz. Okay? Amikor azért akarsz egy social media platformot építeni, mert valamilyen vállalkozásod van, a szolgáltatásod vagy terméked, mindig azt kell figyelembe venni, hogy a termék vagy a szolgáltatás megoldjon egy problémát. Mi az a probléma, amit a te terméked old meg? Erre egy konkrét egyenes választ kell tudnod. Ennek a terméknek elérhetőnek kell lenni, és a social media platformodon nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ők hol tudják ezt megvásárolni. Berakod a linket a profilodba, vagy használod ezt a Linktree-t, amit én használok, amikor különböző linkeket tudsz egymás alá berakni, és így nem csak egyetlen egy link lesz egyetlen egy termékhez a profilodban, hanem ott tudnak időpontot foglalni hozzá, termékeidet megvásárolni, feliratkozni. Közölni tudsz másokkal, hogy te miért vagy más, mint a többiek a piacon, és hogy a te terméked mitől különleges, mi az az egyediség, amit a te terméked nyújt. Azt is fontos észben tartanod, hogy neked nem kell minden egyes embernek megfelelni. Tehát nem biztos, hogy az a termék vagy szolgáltatás, amit te árulsz, mindenkinek meg kell felelni. Tehát egy olyan termék, ami mondjuk a 20-as korosztálynak jó, az nem biztos, hogy egy 40-es korosztálynak is jó lesz. Ezért fókusszal ki kell választanod azokat az embereket, akik a te közönséged. És erről egy avatárt kell csinálnod, hogy pontosan tudd azt, hogy ki a te közönséged, ki a te vásárlód. Nem kell minden egyes embernek megfelelni. Pont az előbb vettem fel a Sex és New York-os videót, abban a sorozatban, és ez nem tetszett az új részekben, hogy meg akarnak felelni mindenkinek, tehát ez a rengeteg politikai korrektség, tehát nem akarnak egyetlen hibást sem véteni, ők mindenkinek meg akarnak felelni. Feleljél meg saját magadnak, és feleljél meg a te közönségednek, azoknak az embereknek, akik már ismernek, és akik tudják azt, hogy mi a te terméked, mi a te szolgáltatásod, de nekik felelj meg, ne próbálj meg mindenki másnak megfelelni, a többiek nem számítanak, mert ők nem a te célközönséged. A te célközönségedet tud, hogy ki az, legyen egy avatárod róla, tudd azt, hogy ő kicsoda, hány éves, mit csinál, hol dolgozik, melyik országban él, milyen nyelveken beszél. Tudd azt, hogy ki a te vásárlód, és a többieknek ne próbálj megfelelni, nem számítanak, mert ők nem lesznek a vásárlói. És az előtt már elkezdheted ezt a közösséget, vagy közönséget építeni, hogy megvan ez a termék, vagy szolgáltatás, amit szeretnél. Tehát
először a közönséggel kell kezdeni, és aztán eladni nekik valamit. Tehát én is így kezdtem a saját karrierem során a Motivation by Mia-val. Én először csak elkezdtem blogolni, meg posztolgatni, meg termék review-kat csinálni, és akkor még nem volt eszembe se az, hogy én majd egyszer szolgáltatásokat fogok árulni, digitális könyveket fogok árulni, nyomtatott határidő naplókat, tehát fogalmam sem volt. Én először felépítettem a közönséget, amiből egy közösséget csináltam, és aztán dobtam be a termékeket és a szolgáltatásokat. Tehát ne aggódj azon, hogyha jelenleg nincsenek termékeid, fókuszálj arra, hogy építs egy közönséget. Amikor már megvan ez a közönség, akkor elkezdesz nekik termékeket árulni, és nem fordítva. Nem először megcsináljuk a terméket, és aztán keresünk hozzá közönséget. Az is egy út, viszont szerintem az egy nehezebb út lehet. Következő a tartalom, erről az előbb beszéltem, hogy ugye például a videókat kell készítened, vagy Instagram posztokat. A tartalom jó minőségűnek kell lennie, hasznosnak kell lennie, erről is állandóan tépem a számat, hogy a tartalom, amit gyártasz, hasznos legyen. Senkit nem érdekel az, hogy leírod azt, hogy te mit csinálsz. Life coach vagyok, segítek az embereknek elérni a céljait, így szereztem meg a life coach diplomámat. Senkit nem fog érdekelni. Ha úgy viselkedek, mint egy life coach, olyan videókat készítek, amit egy life coach csinálna azért, hogy az embereknek segítsen elérni a céljaikat, akkor az emberek látni fogják azt, hogy ez egy life coach, és ha nekem life coachra van szükségem, akkor hozzá fogok fordulni. És a harmadik, hogy következetesnek kell lenni. Minden egyes nap posztolni, vagy amilyen sűrűn ugye be akarom magamnak ezt tervelni, minden másnap posztolni, de folyamatosan posztolni kell, és fenn kell tartani az embereknek az érdeklődését irántad, mert hogyha ez nincs meg, hogyha csak hetente egyszer, vagy havonta egyszer posztolsz valamit, az emberek elfelejtenek, és találnak valaki más, akit tudnak követni, és nem leszel már számukra érdekes. Még a social media platformokkal kapcsolatban szerettem volna még néhány szót itt a videó végén, nem akarom ezt túl hosszan. Amikor csinálsz magadnak egy Instagramot, TikTokot, akármit, a felhasználó neved legyen valami olyan, ami a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, vagy azzal az irányjal, ami felé menni akarsz. Tehát, hogyha például motivációval kapcsolatos, akkor Motivation by Mia. Fodrász vagy, akkor Hair by. A neved az nagyon fontos, mert az emberek így fognak rátalálni. A másik, ami nagyon fontos, ami szerepeljen a profilodban, a leírásban, hogy hol vagy. Tehát, hogyha fodrász vagy, melyik városban vagy fodrász? Hogyha körmös vagy, melyik városban vagy körmös? Mi a telefonszámod? El tudlak érni DM-ben? Mennyi idő, mire válaszolni fogsz? Tehát ezekre a kérdésekre én tudni akarom a választ, amikor ránézik a profilodra. Arra is tudni akarja sok ember választ, hogy például ha körmös vagy, fodrász vagy, mennyibe kerülsz? Mennyi szabad időpontod van. Tehát én el tudnám azt képzelni, hogy posztolnék naponta arra, hogy ma hány szabad időpontom van, vagy ezen a héten hány szabad időpontom van, tudtok jelentkezni. Válaszolok a DM-ekre, ugye a privát üzenetekre. Legyen egy olyan poszt, amiben az árlistád van, előtte, utána fotók. Mutasd be azt, hogy ki vagy, mit csinálsz. Tehát amikor azt látom, hogy például egy fodrásznak az oldala tele van a gyerek. Én azért vagyok itt, mert a fodrász munkádra vagyok kíváncsi, nem arra, hogy a gyereked hogyan csúszkál a padlón. Tehát nem professzionális viselkedés, amikor valaki a családját, meg a magánéleti dolgait posztolja a professzionális oldalára. Tehát nem érdekel senkit. Nem azért, mert kegyetlenek vagyunk, nem azért, mert bunkók vagyunk, hanem azért, mert nem érdekel. Amikor egy vállalkozásnak csinálsz egy oldalt, akkor az a vállalkozásodról szóljon. Nyilvánvalóan ennek a fodrásznak is, akinek van mondjuk gyereke, lehet egy külön oldala, amin kifejezetten a magánéleti cuccait posztolja, meg a gyerekét, meg a férjét, meg a akárkiét. De hogyha te arra használod, tegyük fel ezt a kérdést, mire használom az Instagramot? Mire használom? Ha arra akarod használni az Instagramot, és legyen már egy konkrét célunk azzal, hogy mit csinálunk, ha arra akarod használni az Instagramot, hogy a vállalkozásodat promotáld, akkor a vállalkozásodat promotáld. Lehet benne egy-két személyesebb jellegű poszt, például ma elmentem erre a fodrász továbbképzésre, de arra nem leszek kíváncsi, hogy hogyan cseréled a gyereknek a pelenkáját. Ha valamilyen terméked van, a termékekről posztolj, valamint arról, hogy mások hogyan használják a termékedet,
különböző módokat, ahogy lehet ezt a terméket használni. Erre kíváncsiak az emberek. Lehet belevinni valamennyi személyiséget, és kell is, tehát nem azt mondom, hogy ne legyen benne semmi személyiség, mert az is fontos, mert az emberek tudni szeretnék azt, hogy te ki vagy, viszont meg kell találni ezt a nagyon finom egyensúlyt a kettő között. Oké, szóval csak, hogy összefoglaljam, a profilban legyen benne az, hogy ki vagy, mit csinálsz, hogyan tudnak az emberek elérni, melyik városban vagy, hogyha ugye szolgáltatásról van szó. Mindenki számára egyértelmű az, hogy milyen esetekben kell az beírni, hogy melyik városban vagy. Tehát én például miért írjam be azt, hogy melyik városban vagyok, amikor nem egy olyan szolgáltatást nyújtok, amit személyesen tudnának az emberek ugye eljönni hozzám. Tehát azt magadnak el tudod dönteni, hogy milyen információkat érdemes megadni, én csak néhány pontot adok, amiket szerintem érdemes. Valamint mindenféleképpen legyen egy weboldal, vagy valamilyen link, amit tudsz használni. És ami a posztokat illeti, a posztok legyenek professzionálisak arról a dologról, amit reklámozol, a szolgáltatásodról, a termékedről. Lehet benne egy-két személyesebb jellegű poszt is, de azért ne essünk túlzásba. És ami a sztorikat illeti, hogyha, mint mondtam, szolgáltató vagy, akkor legyenek olyan sztorik, amik a áraidról szólnak, az elérhetőségedről, hogy mikor van szabad időpontod, más embereknek a visszajelzéseit érdemes megosztani, az emberek beküldenek olyan képeket, amikor használják a termékeidet, azokat megosztani és hasonlók. Oké, remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra, ha még van kérdésetek ezzel kapcsolatban, azt írjátok meg, nagyon szép napotok, sziasztok!